mentor, tréner, coach, stratégiai tanácsadó, és hát a mérnöki pályafutásától a mai napig nagyon sok mindenben tapasztalatot szerzett, CFO-ként is dolgozott, több nyelven beszél, és hát, ha jól tudom, professzorként is dolgozott Észak-Afrikában, egy műszaki egyetemen. Tehát, mintha azt olvastam volna róla, hogyha nem fejlesztem magam, akkor épp professzorként dolgozom. És hát átadnám a szót Miklósnak, és fogadjátok szeretettel. Jó délutánt kívánok! Én vagyok az előzenekar a következő előadásnak, ugye az ebéd utáni előzenekar. Gondolom kávé megvolt, egészségünkre. A cigarettásoknak megvolt, egyet szívtak. Ugye egy ilyen konferencia az egy networking esemény is. Itt találkozunk emberekkel, esetleg bizniszkárdot cserélünk, névjegykártyát cserélünk, és kíváncsi vagyok, hogy ti mit mondanátok akkor, amikor az első, tehát találkoztok egy idegennel, mondjuk ki nem coachit, coach vagy tréner. Oké, akkor itt nagyjából együtt vagyunk, coachok, trénerek együtt, de tiszteltük azokat természetesen, akik lehetséges vevőink. Gyakorlatilag, mit csinál, hogyha megkérdezhetem? De azért nem mert le van bézve. Jó. Tehát mondjuk itt a végén valakivel összeakadok, még egy kávét megiszunk, vagy nem tudom, egy pogácsát megeszünk, és akkor bemutatkozunk egymásnak, és elég hamar az, hogy mit csinál a másik, mit csinálsz, te ki vagy, mit csinálsz. És mondjuk először én hagyom, mert udvaros vagyok, és meghallgatom, és érdekel, és rákérdezek, és akkor az egyensúly meglegyen, akkor ő megkérdezi, én ki vagyok. Akkor mondom a nevem, Szilágyi Miklós, és akkor mondom, amit szoktam mondani, hogy coach vagyok, tréner vagyok, szervezetekkel dolgozom, mentor, meg tanácsadó, de mindegy, coach, tréner vagyok, szervezetekkel dolgozom, vezetőkkel dolgozom. Na most itt, ahogy láttam, ahányan föltettétek a kezeteket, ezt itt el tudnánk mondani, a 4/5 a terem résztvevőinek el tudná mondani a bemutatkozáskor, hogy coach, tréner. Szerintetek mennyi marad meg az illetőben, amikor elmegy, hogyha ezt mondjuk neki? Hogy találkoztam egy coach, trénerrel, melyikkel? Melyikkel a 80 közül? Tehát megint egy coach, igen. És erre, mikor csináltam ezt a networkinget, majd tényleg most találtam ki, csináltam ezt a prezentációt, akkor kitaláltam magamnak egyet. Ez, lehet ezt a elevator speechnek nevezni, ezt a lift beszédnek is beszélni, de egyszerűen egy rövid bemutatkozás, egy ilyen 50-30-60 másodperces bemutatkozás. Mondjuk azt mondanám, amikor rám kerül a sor, van egy perced? Köszönöm. Én 20 évig mérnökként dolgoztam, ez a műszaki egyetem, stb. Utána pedig a sors különös játéka folytán, gazdaságigazgatóként dolgoztam 20 évig. Tehát 20 év mérnök, 20 év gazdaságigazgató. Mérnökként beosztott voltam végig, gazdaságigazgatóként meg gazdaságigazgató voltam, tehát felső vezető. Rengeteg vezetőm volt, gazdaságvezetőként is egyébként, és rengeteg beosztottam a második pozíciómban. És gyakorlatilag nagyon sok alkalmam volt megérteni, megismerni, hogy hogyan működnek jól, hogyan működnek kevésbé jól. És gyakorlatilag, amikor meguntam a pénzügyet is, mert a mérnökséget untam meg először, a pénzügyeket is meguntam, akkor elég természetesnek tűnt nekem, hogy akkor a vezetőknek segítsek. És mivel elég sok csapatot építettem fel, most lassítok, elég sok csapatot építettem fel ez alatt a 20 év alatt, ezért én úgy próbálok segíteni, és ez az én metódusom, hogy nem az egyént készítem fel, hanem az egyént készítem fel a kontextusában, abban a csapatban, amiben dolgozik. Hallottatok az előzőt is? Mert most érzem, hogy valamit lehet hallani belőlem. Oké. Tehát a csapatában való működésében segítem. Pont. Ez az egy percnyi bemutatkozás. Ha most egy picit belegondoltok abba, hogy ti hogy csinálnátok ezt a történetmeséléses. Ez egy kicsit ilyen történetmeséléses. Benne vannak ilyen pontok, és elérek oda, hogy hol vagyok most, és miért lehetek hiteles abban, miért lehetek autentikus abban, ha jól csinálom, hogy amit csinálok. Most arra kérlek benneteket, hogy választatok egy párt. Ott, ahol ültök, nem kéne nagyon felfordítani a termet, nem baj, ha ismeritek, az se baj, ha ismeritek, és lesz egy másfél percetek rá, mondom, hogy mire. Választatok egy párt.
az anyád. Még elütötte. Basz meg. És azt kérem, hogy döntsétek el, hogy ki kezd. Eldöntöttétek, hogy ki kezd? Másfél perce lesz annak, aki kezd, hogy akit választott annak a párjának, valahogy ilyen történésmesélésen bemutatkozzon. Kezdjétek el, majd fogok szólni a másfél perc végén. Most cseréljetek, és a másik ugyanezt, másfél percig. Tegyétek meg, hogy most szépen visszafordultok erre. Megtelítő, most megcsinálod azt, amit az előbb nem elcsináltam, most már nem működik. Tehát előbb működött, de most nem működik. Most már sehogy sem működik. Tehát... Igazából nem volt semmi csinálni. De valamit csináltál velem, mert előtte működött, csak le volt nullázva. Köszönöm. Gyertek vissza, köszönöm szépen.
Gyertek vissza a prezentációba, mert már éppen most fejezem be egyébként, 3 perce, 4 perce. Na, amit most csináltunk, abban azt kérdezem meg, hogy volt-e, van-e valaki, aki mondaná róla valamit az élményéről, akár arról, amit ő most összeállított magának, akár arról, amit talán én mondtam, vagy arról, amit hallott a másiktól, amit most elmondaná egyet, vagy két ember. Van-e olyan, akinek kedve lenne elmondani, ez a történetmeséléses, amikor egy ívet rajzolunk fel, az milyen hatással volt rátok? Vagy még ebéd után vagyunk? Köszönöm, Judit. Nagyon szépen köszönöm. Én amikor ezt kitaláltam most erre, akkor arra jöttem rá, hogy azt mondom, hogy coach trainer vagyok, akkor azt mondom meg, hogy dolgozom, mi a módszerem. Akkor, hogyha ezt az ívet felrajzolom, és hogy mik segítettek abban, hogy ott legyek, ahol vagyok, akkor a tartalomról is mondok valamit. Tehát nem csak a módszert mondom meg a legvégén, hanem a tartalomról is, hogy mi az, amit csináltam. Most amit csináltunk, az egyébként nem csak játék volt, hanem gyakorlatilag az egyik fajta networkingnek a megjelenítése. Gyakorlatilag van ott 2 üres oszlop, nyilván azt jelenti, hogy lesz még 2. Gyakorlatilag 4 dimenzióban tudjuk megnézni a különböző típusú networkingeket. Kezdhetjük azzal például, hogy ez általában külső, és általában a jelenbeli és a jövőbeli érdekeinket szolgálja, kapcsolatokat építi. Folytathatjuk azzal mondjuk, hogy személyes és szakmai fejlődés. Tehát ez tulajdonképpen a személyi fejlődésünkről szól a személyes networking. Esetlegesen választott. Ugye, aki elmegy egy ilyen networking, például, hogyha ez is egy csatornája a networkingnek, amit itt csinálhatunk, gyakorlatilag elmegy egy ilyen, nem tudja, hogy kik lesznek ott. Tehát elég ilyen sörétezés az a dolog, és hát nem is lesz feltétlenül releváns arra, amit csinálsz, és mégis építed a networködet. Gyakorlatilag, és széles spektrumon, hát ez a sörétezésnek egy fajtája. Ebben megjelenik egyébként az a 3... Nem ez jelenik meg. Mi ez jelenik meg? Jó, az kimaradt. Jó, tehát akkor azt mondom, ami kimaradt. Gyakorlatilag ezt este csináltam, amikor miután elküldtem. Jó van. Tehát azzal tudunk networköt kialakítani, tulajdonképpen akivel barátok tudunk lenni, akiben szerelmes tudunk lenni igazából. Nyilvánvalóan más szintje van a szimpátiának és a szeretetnek, de megjelenik. Tehát azt fogjuk tovább ajánlani, ez egy lakmusz tesztje egyébként a networkingnek, azt fogjuk tovább ajánlani, azt fog minket tovább ajánlani, akit ismerünk, akiben bízunk, és akit kedvelünk. Ez mind a 3, ez kell hozzá. Most nyilvánvalóan, majd foglátok látni ebben a 3-ban, nem ugyanaz az ereje ennek a 3-nak, ennek a kedvelésnek, de megjelenik. És akkor gyakorlatilag a Judit már bevezette a VUK-át, arról igazából csak annyit mondok, hogy ezt aztán megbeszéltük itt a szünetben, hogy ő is így emlékszik rá. 90-es években ez egy haditechnikai kifejezés volt. És a hadműveletek tervezésénél találták ki, és gyakorlatilag átment a köztudatba. De ez egy kicsit absztrakt. Hogy jelenik meg ez a mi életünkben? Most ez úgy jelenik meg, hogy körülöttünk csapkodnak a villámok. Ugye iparágak, szakmák, cégek tűnnek el és keletkeznek, kombinálódnak, összevonódnak, szétválnak, pozíciók tűnnek el, átszerveződnek. Mit tettek azon, hogy alkalmazási formák alakulnak át? Ajjaj, fél időnél járok, köszönöm szépen. Hogy alkalmazási formák alakulnak át, azt jelenti, hogy 30 évvel ezelőtt, 20 évvel ezelőtt még az alkalmazotti forma volt a leggyakoribb. Ma pedig alkalmazottként is általában számlásként dolgozunk, ugye? Vagy nagyon sokan számlásként dolgoznak. Miért? Azért, mert 2007-2008 óta a fix költséget lentartják a cégek. Gyakorlatilag az alkalmazotti bér, az alkalmazotti bérjárulék az mind fix költség. És megpróbálják szerződésessel, leasingelt munkaerővel gyakorlatilag a mozgó költséget bevezetni. Ja igen. Minden mellett, hogy ez minden megy körülöttünk, és a villámok csapkodnak, működünk.
Tehát a cégek, szervezetek működnek, működtetni kell őket. És ez a mindennapi munkánk. Gyakorlatilag ugye az a címe ennek a dolognak, hogy a networking az a jövő vezetői alapkompetenciája. Milyen kompetenciák közé illik ez be? Hogyha megfigyeljük azt, hogy miket mondtak itt a kerekasztalban, rugalmasság, céltartás, emberközpontú komplexitás kezelése, én is találtam ötöt, én ezt az ötöt találtam. És lehet, sok van ilyen. De a network gondolkodás az viszonylag kevésszer jelent meg ebben az első előadásokban. Network gondolkodás nélkül már nem működik semmi. És ebben benne van a felhatalmazás, ebben sajnos sok mindenben van, mindjárt megmutatom, hogy hol. Gyakorlatilag, ja igen, ezt fontosnak tartottam még ezt a kis szlájdot, hogy a jobbornak is kell networking. Tehát networking nem ér semmit, hogyha az, amit terméket állítunk elő, szolgáltatást állítunk elő, az nem ér, nem jó, nem igazán jó. Akkor fognak minket még egyszer után mondjuk javasolni, vagy fölvenni, vagy munkát végezni velünk, ha jól csináljuk. És ugye az is van, hogy a rossznak meg mindegy. Tehát a jobbornak is kell networking, a rossznak meg mindegy. Tehát hiába, aki nagyon jó networkingből, az, hogyha nem jó az, amit csinál, annyi. Tehát nem tulajdonképpen érdekes. Na most, ami most következik, az egy framework, az egy keretrendszer, amit én több dologból raktam össze. Ezek ilyen olyan tanulmányok, olyan komoly tanulmányok, amik nagyon sok cégnek, nagyon sok vezetőjét kérdezték meg. Nem fogok itt számokat mutatni belőle, mert nincs időm, mert már a háromnegyedénél vagyok szerintem, de nagyon érdekes a framework, és ha valakit érdekel, akkor ezek meg elérhetők, ezek a tanulmányok. Tehát gyakorlatilag, ja, balomásról került, mindegy, ez az, amiről beszélek, hogy régen a személyes feladat teljesítményétől függött az értékelésünk. Ehhez hozzájött a network teljesítmény. És ez a mi hozzájárulásunk a cég működése, a szervezet működése. Ez nem csak cégre igaz, ez szervezetre is igaz. Mi ez a network működése, teljesítmény? Mi az? Hogy lehet ezt mérni? A network teljesítmény azt régen úgy hívták, hogy csapatmunka, hogy team munka. Azt jelenti, hogy hogyan járul hozzá valaki a saját munkáján, a saját teljesítményén kívül, hogyan járul hozzá a többiek teljesítményéhez. És hogyan képes használni a többiek segítségét, a többiek támogatását. És ugyanez vezetőben megjelenik ugye a vezetés dimenziói, van a transzakcionális és transzformációs, ez mindig volt. A transzakcionális az ahhoz a szlájthoz passzol, ami működnek, ugye? Tehát, hogy meg kell csinálni, vinni kell, az éves tervet el kell érni, a forecastot el kell érni, kell csinálni a dolgot. A transformációs az, hogy a vezetőnek már arra is kell figyelnie, hogy menjen előre ebben a villámok csapások között, kell tudnia megtalálni azt az utat, ahol majd a legközelebbi, a következő 5 évben majd valahol lesznek. És tulajdonképpen a network teljesítmény, valamire ez elcsúszik ez a gép, nem tudom, nem csúszik el. Jó, csak így jön ki. Tehát a network teljesítmény a vezetőnél az nem csak az ő network teljesítménye, hanem gyakorlatilag, hogy az embereit hogy segíti, a csapatát hogy segíti, a peereket hogy segíti, az egy szintbe levőket hogy segíti. És gyakorlatilag ezek nem egyforma értékűek, ez a három, mert a networking az segíti mindegyiket. Tehát a networking az segíti a transzakcionálist, ezt hívják felhatalmazásnak egyébként. Tehát itt azért vagy nagyon erősen átfedés van a felhatalmazás is között, hogy network-szerűen működtetem a cégemet, network-szerűen működtetem a csapatomat. A transformációshoz meg stratégiai networköt építek ki magamnak. Ez a legnehezebb. És erre aztán végképp nincs ideje az embereknek. Elmondták itt a kerekasztalnál, hogy miért nincs ideje, mert lefoglalja őket a napi tevékenység. És itt van egy érdekes, amit én hoztam össze több dologból, hogy tulajdonképpen háromfajta networking van. A személyes, az operacionális, a működési és a stratégiai. És ezek, ugye hozzátettem egy harmadik ágat, az önmenedzselést. Azt, hogy az önfejlesztést, önmenedzselést, mert az abban nincs benne a transzakcionális, transformációs networkingbe. De anélkül nem lehet. Tehát kell, hogy állandóan tanuljunk, Judit mondta, állandó tanulás, még a Lenine, nem baj, de hogy tehát ez így függ össze. És ugye most ugrunk egyet előre, ugrunk előre, és most a kettőt ugrok előre, mert az idő miatt, gyakorlatilag nézzétek meg, itt érdekes össze, hogy hogyan áll össze a három. És itt érdekes összehasonlítani a három típusú networkinget. Ezzel én most találkoztam ezzel, amikor ezt a prezentációt készítettem. Nézzétek meg gyakorlatilag, nézzük végig a célnél
A személyes szakmai fejlődés. Ez az önmenedzsment, az önszabályozás. A második az a működtetési. A munka hatékonyan legyen elvégezve. A harmadiknál a jövőbeli prioritások, a stratégiai kihívások, kihívás ez a képernyő így, de hogy stratégiai kihívások azok, amik meghatározzák azt, hogy mi a célja annak a networkingnek. Na most a helyi időbeli orientációt nézzük. Már mondtam, hogy a személyes az általában külső. Lehet belső is, de külső általában. És jövőbeli. A működtetési az egyértelműen belső kapcsolatok, a belső kapcsolatok alatt értsük azt a cég szervezet körüli kapcsolatokat is. Tehát amikkel állandó kapcsolatunk van, a vevők, szállítók, auditorok, bankok, stb. És ez főleg a jelenben van. A stratégiai pedig külső és belső, és főleg jövőbeli. Tehát ez mutatja meg a dinamikáját ennek a háromfajta networkingnek. Hogyha most a résztvevők és a toborzás, hogy hogyan toborzódik ez a network, az is nagyon érdekes. Tehát esetlegesen választott valamennyire a személyes, adott a másodiknál, hiszen megvan, hogy hol vagyunk. Vagyunk az organigramnak egy pontján. Vagyunk egy szervezetben, akihez csatlakoznak a külsők. És akkor van a külső és belső, és főleg a jövőben, a kulcskapcsolatok azok, a stratégia határozza meg. Itt én keresem azokat a kiegészítő támogatásokat, azokat a kiegészítő információkat, azokat a kiegészítő háttérinformációkat, ami a Google-on se található meg. Egy egész könyv szól egyébként, a The Alliance című könyv, hogy a Silicon Valley-ben gyakorlatilag már ez a stratégia a legfontosabb. Ezt be kell vinni a cégbe. Ezt be kell vinni a stratégiai networköt. Ezt érdemes olvasni ezt a könyvet egyébként. És akkor nézzük az utolsót. Ugye ott a széles spektrumon az a sörétezés, ott mélység van a másodiknál, az operacionális, mert ott egy létre kell hozni egy nagyon erős munkakapcsolatrendszert. És a harmadiknál pedig az emelő hatás, hogy egyik területről a másikra. Mert minél szélesebb körül ez a networköm, annál jobban tudom használni, mert egyik területről egy ötletet hozok a másikra. Egyik kreativitás is azt mondják, hogy gyakorlatilag nagy része az ez. Hogy egyik területen a működő valamit átviszek egy másik területre, és ott próbálom hasznosítani. Egyet akarok még megmutatni, ezt. Gyakorlatilag ez a legvégére ezt szántam, ez gyakorlatilag egy piramis, ez a sales piramis. Hogyha valaki valamit venni akar, ez szolgáltatásra van kidolgozva, valaki akar venni egy szolgáltatást, szerintetek milyen hierarchia szerint dönti el azt, hogy mit vegyen? A piramis alján van a legnagyobb verseny. És hogy megyünk fel a piramison, nő a bizalom, és nő a kapcsolatnak a minősége. Alul a hideg hívás van, meg a különböző névtelen, tulajdonképpen netes, mindenféle hirdetések. A közepén van az elfogadott szakértő, az elismert szakértő, és így megyünk fönn ezen a listán, ott gyakorlatilag a jelenlegi olyan kapcsolatok vannak, amelyekkel még nem kötöttünk üzletet. A következő szint az ajánlás, egy ismerősünktől való ajánlás, és a legtetején van a meglévő elégedett vevőink. Ugye itt jön a jóbornak is kell a networking. Tehát ez nagyon fontos, hogy, és itt van egy nagyon érdekes vonal, emiatt nem fordítottam le, és nem tettem át magyarba, ez az Unmarketing című könyvből van. Ez a vonal. Nézzétek ezt a vonalat? Ez egy érdekes vonal. Ez azt javasolja, hogy amikor te a networkingeden gondolkozol, akkor ezt a részt hasíts ki belőle. Tehát azt a részt, ahol alacsony a margin, ahol csak árral tudsz versenyezni. Mert hogyha egy hidegen felhívnak, hogy csak az árral tudsz versenyezni. És gyakorlatilag ebben az egyszerű reklámban is. Ott gyakorlatilag abból neked nagyon kevés legyen, vagy ne legyen. És ott kezdj el dolgozni a networkingeden, ahol téged elismert szakértőnek tartanak, ahol, hát és ezt már elmondtam egyszer. Tehát gyakorlatilag, és azért egyet hagyd mondjak, hogy ezt érdemes a szakértő szinten elkezdeni. És ezzel nagyon sokan vannak úgy, és ez lesz a befejező gondolatom, nagyon sokan vannak úgy vele, hogy szakértő, ahhoz még tanulnom kell, az hogy legyek én ebben szakértő, stb. Na most lehet, hogy nem leszel a szakértő. Egyébként az a szakértőktől érdemes óvakodni. De ha nem vagy semmennyire se szakértő abban, amit csinálsz, akkor hogy higgyél az, akivel dolgozni szeretnél, hogy valami tud tőled kapni. Tehát érdemes ezen elgondolkozni. Ha valamit csinálsz, akkor tanultál, tréninget volt benne, kócsoltak,
Hát igenis, hogy egy szakértő vagy a területen. Nem a szakértő, de egy szakértő. Hidd el magadnak. Először te magadnak hidd el, hogy egy szakértő vagy. Oké, sok közül, de te is szakértő vagy. És próbáld megtalálni a nisedet, azt a rést, akkor, és akkor így lehet ezt elég hatékonyan csinálni. Köszönöm.